aki még nem végzett a kert tavasziasításában, még nincs elkésve. Ezeket a füveket, díszfüveket, lágyszárúakat és fásszárú dísznövényeket is ilyenkor visszametszük. De hogyan? Ugye két fő metszőolló típus van nálam, ez a rávágó metszőolló. Nem egymás mellé megy a két penge, hanem így egymásra így rá zár. Ez a metszőolló erősebb, viszont roncsol. A birsalmát kivéve, mert annak nagyon erősek az ágai, nem ezzel a típussal metszük, hanem a mellévágóval, amikor a két penge ugye így elcsúszik, mint az olló általában, így egymás mellett nagyon szorosan, mert ez nagyon élesen vágja el az ágakat, tehát sokkal kisebb a valószínűsége annak, hogy bármiféle betegség, fertőzés ott elindul. És ha már itt tartunk, hogy betegség, fertőzés, mindig tiszta metszőollóval dolgozzunk. Tehát olyan ne legyen, hogy itt most vagdosom a virágokat, utána ugyan ezzel tisztítás nélkül elmegyek a gyümölcsfára, mert bármiféle betegséget vihetek át. Ezzel a rávágóval leginkább száraz, elhalt ágakat lehet vágni. Egyrészt nem baj, ha roncsolódik, másrészt erős. Ezzel a mellévágóval pedig finom metszéseket, a gyümölcsfa élő ágait, vagy majd mutatom itt a hortenziának a visszavágását is mellévágóval végzem, hogy nagyon penge, nagyon tiszta vágási felület legyen. Hát akkor ezt a szárazat mondtam a rávágóval, nagyon fontos a tisztaság mellett, hogy igazán jó, éles legyen a szerszám. Teljesen vissza kell vágni ezeket a füveket, hiszen ezek a kerti díszfüvek tőről hajtanak újra. Ez a verbéna még decemberben is gyönyörű virágokat tartott magán, hihetetlen sokáig virágzik. Ez a növény is tőről hajt újra, tehát az ilyen évelő kerti növényeinket egyszerűen le kell metszeni, amelyek tőről hajtanak újra. Azok a fásszárú kerti virágaink viszont, amelyek nem tőről hajtanak, hanem ágról, azoknak mindegyiknek megvan a maga módja, hogy hogyan kell visszavágni. Most használom ezt a metszőollót először, és annyira kényelmes dolgozni vele, és most rájöttem miért, hogy ahogy becsukom, az alsó fordul. Nagyon jól működik. Ezeket, amiket levágtam, ezek mennek mind a komposztra. Ezt, ha levágtam, akkor mehetünk tovább a hortenziákhoz. Nekem háromféle hortenziám van, és máshogy kell őket metszeni, úgyhogy menjünk, mutatom. Nos, ez a kerti hortenzia. Ennél a fajtánál, hortenzia fajtánál azt kell tudnunk, hogy ezeket a hajtások végén lévő bimbókat, ugye azt már tavaly hozta. Ezekből lesznek a virágok. Tehát itt nem metszünk vissza semmit, mert elmetszük, eltüntetjük a virágbimbókat. Amit egy rávágóval kivágunk elsőként, azok a levirágzott, elhalt hajtások. Ezek a beszürkült ágak, ezek teljesen élettelenek. Ezeket tőből ki kell metszeni. Egészen lent. Tehát ez az első feladat, és amikor ezt kimetszettük, akkor már jobban át fogjuk látni a helyzetet, és meglátjuk, hogy mit kell még levágni. Tulajdonképpen ezt a kerti hortenziát kell a legkevésbé metszeni. Na most, itt van egy ág, látszik, hogy van a csúcsán egy bimbó, ami virágbimbó, de itt mellette van egy oldalág, ami elhalt. Azt levágjuk. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor jön az ilyen finom metszés, tehát ezeket egyet sem metszek, de vannak ugye ilyen ágaink, aminek itt van az első bimbója, tehát addig egy mellévágóval ügyesen lecsippentjük. És ezzel végeztünk is
A kerti hortenziát nem kell jobban megmetszeni. Egyébként a kerti hortenzia tőről is hajt, hogyha megnézik, nem csak az ágakon hoz hajtásokat, hanem hogyha lesöpörjük róla a leveleket, látszik, hogy legalulról szintén hoz új ágakat. Ezek az idén még nem fognak virágozni. Na nézzük a bugás hortenziát. A bugás és a bokros hortenzia egy alapvető dologban különbözik a kerti hortenziától. A kerti hortenzia főként az előző évi hajtásokon hozza a bimbót, a virágot, a bugás hortenzia mindig az évi hajtáson virágzik. Ezért a bugás és a bokros hortenziát mindig 30-50 cm-re visszavágjuk. Attól függően, hogy milyen nagyon vágjuk vissza, hogy hol találjuk a vesszőkön az első rügypárt. Előtte azért elmondom, hogy itt is azok a hajtások, amelyek elhaltak, legalább 5 évesek, és már nagyon öregek, és már nincs bennük élet, azokat tőből kivágjuk, nincs értelme tartani. Látszik, hogy ez egy egyéves vessző, de mindegyiknek érdemes megkeresni az első rügypárját, mégpedig azért, mert a hortenziák mindig a legfelső száron, a vesszőn legfölül lévő rügyre dolgoznak. Tehát itt gyönyörűen ki fog hajtani, de a többire már nem nagyon fog erő jutni. Ezért nincs értelme annak, hogy látjuk, hogy rügypár, 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 van vagy 12 rügypár végig a vesszőn, hogy aj, mentsük meg itt is, itt is, itt is, itt is, mert el fognak csökevényesedni. Végül lesz egy nagy, csupasz, hosszú vesszőnk a tetején egy virággal. Tehát érdemes a legalsó vagy a második rügypárig, amit közvetlenül egy mellévágó metszőollóval, közvetlenül a rügypár fölött egy nagyon éles metszőollóval elmetszünk. Ne sajnáljuk, minél bátrabban metszük vissza, annál szebb lesz, mert annál több új hajtásunk lesz, és minden új hajtáson lesz minimum egy, ez egy a két éveseken egy nagy fej, a több éveseken pedig több kisebb, és minél habosabb a virágtól egy hortenzia, annál szebb. Tehát bátran. Az ilyen kis pici csökötteket lecsippentjük tőből, ennek semmi értelme. Így, és akkor ezeket a sallangokat pedig jó szorosan levagdossuk. Itt van ugye a bokros hortenzia, ez egy Annabella, aminél 1, 2, 3, 4 és 5 éves vesszők vannak. Az 5 éves vesszők általában elhaltak, azokat ki kell emelni, tőből kivágni. Ugyanúgy teljesen a 30-50 centire vissza kell vágni páros rügy felett a vesszőket, mint a bugás hortenziánál, mert ha ezt nem tesszük, akkor ugye csak a legfelsőt fogja nevelni, alig lesz virágunk. Az idei új hajtásokon van virág ezeknél a hortenzia fajtákon, úgyhogy ne sajnáljuk, mert minél jobban visszavágjuk, annál több új hajtás lesz, annál több új virág lesz. Az 1-2 éves vesszőket onnan ismerjük meg, hogy azok a legfrissebbek, ez például egy 1 éves vessző, ennek itt van az első rügypárja, itt a második, valahol itt maximum fél méteren közvetlenül a rügypár fölött érdemes elvágni. Azokat az ilyen eltekeredett, elvékonyodott hajtásokat, mint ezzel is van halva, ezeket mindig tőből vágjuk ki, mert ezek csak kócossá teszik a növényt, semmi komoly dolog nem várható róla, úgyhogy nincs rá szükségünk. Ezek, amik már így hámlanak, ezek 4-5 éves hajtások, ezeken már olyan nagyon nagy virág nem lesz, mint a 2-3-4 éveseken, viszont lesz több kicsi, tehát érdemes velük foglalkozni. Ugye ez még az eredeti támaszték, de ide ki fogok húzni két zsinort, a fal innen meg fogja tartani, és itt pedig két zsinór fogja tartani, hogy ne boruljon az útra.
ennyire visszametszettem. Ilyen 35-40 centire a hortenzia bokromat, és várom a csodát. Minden kertbe hortenziát legyen ez a jelszónk. Nagyon-nagyon gazdag, ízletes rakott kelt készítek. Fogom a legnagyobb kelkáposztát, gyönyörű szép, már forra vizem, és annyit csinálok egyelőre, hogy négybe vágva leforrázom, a forrásban lévő sós vízbe egy pár percre beledobom, hogy megpuhuljanak a levelek. Gyönyörű tömör fej, és akkor ez mehet bele a forrásban lévő vízbe. Addig még ez egy picit puhul, addig megtisztítok egy fej vöröshagymát. Olyan szép, kemény fej. Ugye a vöröshagyma annál jobb minőség, annál ízletesebb, és annál több illóolaj van benne, minél tömörebb. Fölaprítom. Egy kis sertészsír, ezen először ledinsztelem a hagymát. Amíg dinsztelődik a hagyma, addig egy pici olajon megpirítom a rizst, majd fölengedem vízzel és puhára főzöm. A káposztát viszont már ki is szedhetjük. Aj, de gyönyörű darabok. Szép élénk lett a színe. Egy picit megsózom a hagymát, akkor könnyebben lesz üveges, kiadja a vizet és nem ég, hanem dinsztelődik. Tényleg krémesre kell dinsztelni, mikor teljesen üveges, akkor tenni rá a hús, de arra vigyázzunk, hogy ne piruljon meg a hagyma, mert akkor kesernyés íze lesz ennek a tölteléknek. Most jöhet a hús a hagymához. Szépen kifehéredett a rizs, úgyhogy felöntjük vízzel, és készre főzzük. Tehát most látszik, hogy itt a víz alatta, tehát most fő, párolódik a hús. Amikor ez elfogy alóla, ez a víz, utána kezd majd sisteregni, és akkor sül, és azt a sülést meg kell mindig várni. Akkor lesz jó ízű. Amikor pedig úgy látjuk, hogy most már picit sült is ez a darált hús, és elkészült, akkor szórjuk meg frissen őrölt borssal, egy pici fűszerpaprikával, jól elkeverjük, a főt rizst is belekeverjük, és utána rétegezzük. A rizs. Most ezt a rizst gyönyörűen megfőtt. Nem is maradt alatt a felesleges víz, úgyhogy ezt mehet bele a húsba. Jól elkeverjük, még a hús alatt lévő kis zsíradékot is be fogja ez a rizs szívni. Most egy nagy adag zsíros tejfölt két tojással és pici sóval kikeverek. Ne sajnáljuk róla a tejfölt, és tálaláskor is még kell rá egy kis só. Nem kell sok, mert a hús is, a rizs is sózva van. Sós vízben főztem meg a káposzta negyedeket, káposzta fertályokat. Mindennel előkészültünk. Most a tepsit, amiben rétegezzük, alul azért sertészsírral vékonyan kikenünk, hogy az első réteg káposzta ne égjen le. És akkor eldönthetjük, hogy a káposztát csíkokra, darabokra vágva rakjuk alulra, vagy ilyen gyönyörű levelekre szedve. Érdemes a vizet jól kinyomni belőle, ne legyen ázott. És akkor fogjuk a leveleket, 3-4 rétegben alátesszük.
Hogyha ilyen nagyobb torzsák vannak, azt még vágjuk ki. Tehát a felét alulra, és a másik felét pedig a tetejére fogjuk rakni. Erre jöhet a töltelék. Szépen egyenletesen elosztjuk a káposztán. Picit le is lehet nyomkodni. Ezt most jól meglocsoljuk a tojásos tejföllel, hogy behigult, ahogy a tojást bele habverőztem. Jöhet az újabb sor káposzta. Ezt fordítva kezdem, belülről a kisebb levelekkel kezdem, azért, hogy a tetején legyenek majd a szép zöld nagy levelek, csinos is legyen, ne csak finom. Így meg is telt a tepsi, és a maradék tojásos tejföllel meglocsoljuk. És előmelegítjük a sütőt 190 fokra, és hát ennek azért kell egy 40 perc. De egyébként látni fogjuk, amikor pirul a teteje, akkor van kész.